A családfa kutatás nem csak egyfajta hóbort, erről az immár 6. alkalommal megrendezett családfa kutató találkozón is meggyőződhettek az érdeklődők. A kutatók munkájuk során nem csupán családtörténetet tanulmányoznak, hanem nagyon sok fennmaradt kulturális és szellemi értéket is megismernek és felszínre hoznak. Szigetiné Zékány Ilona amatőr kutató előadásában a családkutatások első lépéseiről beszélt. A rokonságot végig kell járni, megkérdezni mindenkit, hogy milyen irata van, megnézni a fényképalbumokat, ki kicsoda, szóval ezzel kell kezdeni. Aztán saját tapasztalatból mondom, hogy mi a érintett temetőket is végigjártunk, és nagyon sok régi sírt megtaláltunk, és azon is vannak ugye adatok. Utána, tehát ezeket be kell gyűjteni a rokonságtól, az iratot legalábbis lemásolni, és hát ez az első lépés. Utána lehet menni levéltárba, ahol elsősorban anyakönyveket kell nézni. Számítógép és internet segítségével ma már egyre nagyobb arányban elérhetők a családfa kutatáshoz alapvető dokumentációk, így a születési, a halott és a házassági anyakönyvek, mindezek a levéltár ingyenes adatbázisában fellelhetőek. Nagy István az esemény szervezője televíziónak elmondta, a családfa kutatása már nagy népszerűségnek örvend a megyében, a tervek szerint pedig a kutatók hamarosan egyesületi szinten végezhetik majd tevékenységüket. Nem régen volt egy kezdeményezésünk, egy kérvénnyel fordultunk az Emberi Erőforrások Miniszteréhez, Lutok Ásvány Miklós úrhoz, hogy Magyarországon a jeles napok engedélyezve legyen, és a jeles napok közé kerüljön bele a helytörténet és a családkutatók napja. És ennek folyamán is nagyon sok kutatótársunkkal megismerkedtünk, többen határon kívül is élnek közülük, és szeretnénk velük is egy közvetlenebb viszont kialakítani. A kezdeményezés szerint a helytörténet és családkutatók napja június 9-ére a csengeri születésű Molnár József irodalomtörténész születésnapjára esne. Nagy István hozzátette, vezetésével a kutatók a közelmúltban szorosabbra fűzték a kapcsolatot a megyei levéltárral és az egyházakkal is. A Magyar Családtörténet Kutató Egyesület ma már közel 1500 tagot számlál, ám megyei egyesület eddig még nem jött létre.